Jó reggelt kívánok 2023. augusztus 8-án, kedden. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, jónak láttad, hogy ma reggel is felkelts bennünket, megengedted, hogy kiszálljunk az ágyunkból. Köszönjük Istenünk, hogy te adsz erőt, te adsz bölcsességet, és te adsz békességet. Egyedül tőled kérhetjük és kaphatjuk ezt igazán úgy, hogy ez valóban hasznos legyen, hogy valóban az életet tudjuk élvezni is, tudjunk boldogulni, és ne egyfolytában csak siránkozzunk, vagy a sebeinket nyalogassuk. Urunk, köszönjük az éjszakai nyugalmat, és köszönjük azt, amikor elveszed a fájdalmakat, azt is, amikor adod, mert mindkettőben célod van. Add, Urunk, hogy te szerinted formálódjunk arra a képre, amilyennek te akarsz minket látni. Segíts abban, hogy meglássuk, mi a te akaratod, ezért kérünk, hogy most is szólíts meg minket a te igéddel, kérünk. Ne tekints, ami bűnös vagy alkalmatlan voltunkra, hanem te formáld a te ígéd által az életünket, és add, hogy tudjunk engedelmesek, hűségesek lenni. Mert mi por és hamu vagyunk, te pedig mindenható és végtelen Isten. Megalázzuk most magunkat te előtted, és arra várunk, Urunk, hogyha jónak látod, te szólíts meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszt olvasom, Jakab leveléből, a 4. részből, a 11. verstől, a rész végéig a 17. verssel bezárólag a következőképpen. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Most tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanatok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, Jakab gyakorlatias levelére egyértelműen elmondhatjuk, hogy nehéz félreérteni. Azt, amit megfogalmaz benne, és talán épp ezért nem is annyira kedves sokak számára, mert nagyon egyértelműen elmondja, hogy mi a teendő. Azzal kezd, hogy mit ne tegyünk, ne rágalmazzunk, és ne ítélkezzünk. Miért szoktak az emberek rágalmazni, vagy éppen ítélkezni? Azért, mert azáltal, hogyha a másikból valamilyen rosszat észreveszek, és azt kiemelem, akkor úgy érzem, hogy én jobb vagyok. Saját magamat akarom jobb fényben feltüntetni a másikhoz képest. Valaki ezt így fogalmazta meg egyszer, hogy ha elfújod a szomszédod gyertyáját, akkor a tiéd világosabb lesz? Nagyobb fényt fogadni? Az az igazság, hogy azáltal, ha a másikról rosszat mondunk, pláne ha ez csak feltételezéseken alapul, mi nem leszünk jobbak. Sőt, végeredményben mi leszünk rosszabbak. Már megint a feltételezés. Olyan sokszor nem győződünk meg valamiről, hanem egész egyszerűen csak úgy továbbadjuk. Jusson eszünkbe ilyenkor az a bizonyos hármas szűrő, amiről volt már olykor szó, hogy mielőtt valakiről valamit mondunk, ezen a hármas szűrőn eresszük keresztül, hogy nem akad-e fenn rajta. Először is, hogy igaz-e az, amit a másikról mondunk. Másrészt hasznos-e annak a személynek a tekintetében, akiről mondjuk. Harmadrészt, hasznos-e annak, akinek mondjuk. Mielőtt pletykálkodnánk, mielőtt valakiről valamit mondanánk, vizsgáljuk meg ezt a hármas szűrőt, hogy kell-e, szükséges-e. Pláne az ítélkezés.
Az ítélkezés azt jelenti, hogy valami olyan végérvényeset mondok ki, amely megváltozhatatlan. Olyan jó, hogy Jézus Krisztus fog ítélkezni. Ő pedig nagyon jól tudja, hogy mit miért tettünk, és mi van a szívünkben. Valóban úgy van, hogy csak egyedül Jézus, csak egyedül ő. Ő az, aki tudja, mi van a szívünkben, mik az indítékaink. Ő nem feltételez, hanem ismer bennünket. A másik, amit itt leír, az a tervezés. Azt szokták mondani, ember tervez, Isten végez. Mindig két véglet jut ilyenkor eszembe. Az egyik a németek, akik felteszik olykor a kérdést, és még nagyon fiatalon szembesültem ezzel, hogy feltették a kérdést, hogy hol leszel 10 év múlva, hol leszel 20 év múlva, vagy 50 év múlva, mik a terveid? De gondoltam 19-20 évesen, 50 év múlva, hát hol van az még? Miféle tervek? Vagy akár 20 év múlva? 10 év az még talán csak-csak. Mert mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy nem is nagyon tervezünk, csak úgy érünk bele a világba. Esetleg egy hétre vagy egy hónapra tekintünk előre, de sokszor még a mai nappal sem vagyunk tisztába. Mégis szeretnénk, ha valami olyasmi lehetne az életünkben, mint itt, hogy majd elmegyünk valahova, és ott meggazdagodunk, mert hogy ezt mondják ott is az emberek, hogy elmegyünk abba a városba, ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk, és nyereséget szerzünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezni, de tervez Istennel. Ezért szokták azt mondani, ha az Úr megengedi és élünk. Nyugodtan bármilyen hozzá lehet ezt tenni, akár egy-egy napra, akár csak egy délutáni programra, ha az Úr megengedi és élünk. Azért nem úgy fogalmaz, hogy ha Isten is úgy akarja, mert hogy ezt általában a mohamedánok szokták használni, és ők nagyon könnyen beleesnek abba a hibába, hogy ők úgy gondolják, hogy minden előre meg van határozva. És azt mondják, hogy hát ha Allah akarja, akkor ott leszek. Aztán amikor nem megy el egy találkozóra, akkor azt mondja, Allah nem akarta. Rákenik Istenre a saját döntésüket. Mennyivel másabb, amikor rábízom Istenre a napomat, a hetemet, az évet, a következő 50 évet, az egész életemet. Ha Isten akarja, és élünk, ha az Úr akarja, és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni, mert valóban olyan az életünk, mint a lehellet. Most nyárhoz képest elég hideg a reggel, még az is előfordul, hogy látszik a lehellet. Egy pillanat alatt eltűnik. Csak pillanat létünk, te örökké Úr vagy. Valóban megtapasztalhatjuk ezt, főleg amikor látjuk egy-egy ember életének a végét. Olyan jó, hogy lehet felkészülni arra, hogy hol fogjuk folytatni. Ezért nem kell elbizakodottnak lennünk, pláne nem kérkednünk, hanem lehet hálát adni, és az Úr segítségét kérni, mert arra van szükségünk. Ugyanis egy olyan igével zárul, ami egy roppant nehéz ige. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Persze ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mikor tudok jót tenni? És mi az a jó? Kinek jó az, amit teszek? A jó egyedül úgy határozható meg, hogy ami Isten szerint jó, ami az ő igéje szerint jó. Nehéz meghatározni, hogy mikor teszek jót egy koldussal, ha pénzt adok neki, vagy ha kenyeret, vagy hogyha munkát kínálok. Mi az, ami igazán jó? Ha kérjük Isten szent lelkének a vezetését, akkor ő megmutatja. Nem véletlenül adta a lelki ismeretet. A mai napon tégy jót valakivel, nehogy késő legyen. Ha esetleg elakadt valaki az út mentén, próbálj meg segíteni. Hogyha esetleg valakinek olyan segítségre van szüksége, ami nem is tűnik nagynak, nyugodtan próbáld meg. Nem azért, hogy ne legyen bűnöd, mert akkor rossz az indíték. Aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Aki teszi, annak nem bűne, és azt tegye hálaadásból, ha az Úr akarja, és élünk. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, sokszor nem akarunk tervezni, vagy nem merünk tervezni, máskor meg túltervezzük a dolgokat. Adj bölcsességet, Urunk, hogy megtaláljuk a helyes egyensúlyt. Ne vállaljuk túl magunkat, ami viszont tőlünk telik, azt tudjuk megtenni, teljes erővel, neked odaszántan, nyugodt lelki ismerettel. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai napot, hogy meglássuk, hogy mi az, ami te szerinted jó, ami úgy jó, hogy neked tetszik.
Kérünk, Istenünk, Te vigyázz mindannyiunkra. Óvd meg minket balesetektől, add, hogy engedjük, hogy velünk is jót tegyen valaki, és ne utasítsuk azt vissza. Uram, talán ez nehezebb. Sokkal könnyebben teszünk mi mással jót, mint sem elfogadjuk azt, hogy velünk valaki jót tegyen. Add, hogy ebben is tudjunk alázatosak lenni. Köszönjük, Istenünk, hogy Te kirendeled mindazt, amire szükségünk van. Kérünk, rendeld ki a háború helyett a békét, a gyógyulást a betegeknek, a megerősödést az elgyengülteknek. Imádkozunk a gyászolókért, hogy Te vigasztald meg őket. Légy továbbra is minden nap velünk, és add, hogy tudjunk a Te dicsőségedre élni. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot mindenkinek!